Köszöntök szeretettel mindenkit. Azt hiszem a 17. előadás ez már, vagy beszélgetés, vagy tanulása imádkozásról. És már többedik fejezet arról, hogy hogyan épül föl az állóimádság. És picit erről szeretnék ma is beszélni értelemszerűen. Méghozzá, ugye múlt héten ott hagytuk abba, hogy valamilyen módon kötődünk az országhoz, Izraelhez, elsőt kérünk, harmadot kérünk Izraelhez, és van egy íve, hogy igazándiból a személyes egészségünk, a megtérésünk, és ugye itt van a gyógyulásért, utána van az Izrael földjéért, van eső, van hó van, áldás van, minden, és hirtelen olyasmi ugrás fog következni. A következő hatos csoport az egy külön rendszerként lehetne kell kezelni, a innentől fogva végig a kéréseinket, mert arról fog szólni, hogy Izrael ellenségei megszűnjenek. A zsidó filozófia szerint, ha Izrael ellenségei megszűnjenek, akkor a világ ilyen idilli lesz, mindenki tart micvákat, a zsidók 6-13-at, a nem zsidók 7 darabot, a nohajid a parancsolatokat, és a világ béke van. És ennek a fölvezetője ez a 10. áldás, aminek az a neve, hogy ilyen elegánsan fogalva, kibuc galujot. A diaszpóra összegyűjtése. És a maga a szöveg, amit megfogalmaznak a nagygyűlölet férfiai, ez visszautal egy másik szövegünkre, méghozzá itt látjuk Jesaja prófétát, nem látjuk Jesaja prófétát, itt Jesaja 27 per 13, van egy nagyon híres mondata, hogy hájába jom a hú, ez azon a napon, hitekebe sófár gadol, megfújattatik a nagy sófár, huvau haufdim, be ez a súr, és a elveszejtettek, azt hiszi a földjéről visszajönnek, hogy a himbe ez viszont, akik el lettek küldve Egyiptom országába, vistek havuladonáj, és a bolog az örökké oda, beállá kódes, szent hegyen, Jeruzsálemben. Ez a totális messiási kornak a előképe a sófárhang, a szabadság, ha nem szeretném elemezni a sófárt, egy külön világ a sófár, mint hangszer a zsidóságban, ugye ünnepnek a szimbóluma, mi a gyász szimbóluma. Hát ezt a jesrei proféciát fogalmazzák át az imakönyvnek a szerző, és azt mondják, hogy tegebe sófárgadol, hogy fújjad meg Isten a nagy sófárt. Most nincs Isten benne, de vagy valaki fújja meg a nagy sófárt, vagy az Isten, lehírú ténú, a mi szabadságunkra. Ugye a sófár azt kell még tudni, hogy a jóbelévkor, amikor mindenki a szabadságot visszanyeri, a földek, az emberek, a adósság, minden elveszik, az, hogy sófár hanggal vezeti be, méghozzá Jom Kippuri sófár hanggal, hogy Jóbel, majd a jubileum innen jön, 50. esztendő, és maga egyébként a Jóbel szó is kosszarvat jelent, de térjünk vissza ide, az, hogy fúj meg a nagy sófárt lehérutténú, a mi szabadságunk számára, szabadságunkért, tehát minden szabad mindenki, a szánesz, és emelje föl egy zászlót. A nész általában zászlóként fordítják, de nész ilyen csodát is, ugye Bennert mond a angol, de általában emelje zászlót, lekabéc, hogy összegyűjtsed, galujoténu.
Galut, a diaszpóra maga. Nagyon fontos szó egyébként a zsidó hagyományban, így is Gólesznek is nevezik. Ugye az ellentetje a minden, ami Izraelről szól. Galut az a szétszorattatása. És a kibuc Galujot, ez is a neve a áldásnak, összegyűjteni a szétszórtakat. És csinálj egy emelj zászlót, hogy összegyűjjenek a szétszórtak. Ugye még a lamedes előtag, ami a lameddel van, ez két jelentés is van a héberben, magyarul hasonló módon. Egyrészt van egy cialtázó jelrendelet is jelent, tehát emelj zászlót azért, hogy összegyűjtsed a szétszórtakat, vagy emelj zászlót és összegyűjteni. Főnyívi név is jelent, de már magyarul is nagyon hasonlít a kettő egymáshoz. Főnyívi név és a céltárgyra a rendelés. Tehát emelt zászlót, hogy összegyűjjenek a száműzöttek, a szétszórtak, backup cén, ugyanazt a kabéc, kibúc, ugye összegyűlni. Backup cén, jákház, és gyűjts egybe bennünket, mi árba kanfot hálec. A föld golóbb is négy sarkából, nagyon-nagyon szép a maga kifejezésében a négy sarka a földnek, ami nagyon szígyük, hogy a zsidóság a kocka alakú földben hitt, vagy tehát nem erről szó, egy szimbolikus képe a négy sarka, a szobának, vagy bármiféle térnek a négy sarka. Ez egyébként visszaköszön a smá előtti részbe, hogy most visszalapozunk a smá előtti részbe, egy nagy lapozással a imakönyvbe. Ugye az az ütemében is. A smá előtt, amit ez a trénú, és itt lesz a smá. After, és itt is a smá előtt is van egy ilyen mondat, hogy amikor egybefogjuk a ilyen. Itt van, behavénul és salom, gyűjts bennünket össze békében, mi árba kampot hárec, a föld négy sarkából, betoli hénú, fölgyes bennünket, komoly miut, fölgyenesedve leállt cínu a mi országunkban. Ez egy visszatérő képe a számüzetésnek. A zsidóságban most lehetősítve két nagy számüzetés, nem, kettő és fél nagy számüzetés volt. Én volt pont tanultunk most a múlt alkalommal, vagy most előző órán egy pár perc ezelőtt az első számüzetés, az asszír támadás, ugye 722-ben Ante, a 10 törzset eldeportálják, szétszórják, majd Ante 586-ban a babiloni fogság a másik számüzetés, a harmadik számüzetés ugye az, amikor a másik szentélyt lerombolják, de akkor nincsen számüzetés igazán, de nincs ilyen hódító, mint hogy a babiloniak elviszik Dánielt, meg minden, szóval nincsen ilyen brutális számüzetés, hanem ez most rossz politikai hasonlat, mint azt mondanánk, hogy ideig-ideig itt állomásod a római csapatok. Tehát a rómaiak nem vitte senki se sehova. Elvitték Ben Hurt a izévelek fejebb a jájára, de ezen kívül tök jó el volt ott egymás mellett, hiszen rómainak az volt a célja, a római politika arról szólt, hogy a összes provinciát maga alá hajtsa, hogy adót fizessenek, és ne azért, hogy néptelenedjenek. Azért mondta, hogy három és fél, mert a kettő és fél, mert a rá 70 évre a Bar Kokhba féle lázadás volt az, amikor egy csomó elmenekültek, mert leverték, kivézések voltak, megtorlások voltak, akkor nagyon soha elmenekültek a Szentföldön, és végül a Misna le lesz zárva a 200 körül, ugye ez egy kb. 70 évről beszélünk, most ismét 60 évről, 140-től 200-ig, akkor a zsidó értelmiség nagy része elhagyja a Izraelt, a Szentföld, és emlő Babilóniába. De nem volt egy olyan robbanásszerű oka, itt vannak az asszírok, a babiloniak, nem egyszerűen éhetetlenné vált Izrael a rómaiak alatt, a éhínség alatt, és menekülni kellett. Tehát, és ugye éppen az összesen imma, ami erről beszél, hogy gyűjts minket össze, bárhonnan és a föld négy sarkából, és kiegyenesedve jöjjünk vissza a Szentföldre, vagy például az állimátságban, ahogy előbb láttuk, hogy gyűjtsd össze a szétszórtakat, a világ minden részéről, igen. És a sófárhang hallatszódjék a világban, és az beállja az eget földet.
kapsz így jákát, egybegyűjtsük bennünket. Egyébként szintén visszatérve a híres Zsoltára, a 133-asra, íme milyen jó és milyen szép a testvérek együtt ülnek, hinnem már tovább van naim sevet, akinkám jákát. Nagyon híres mondata Dávid királynak, hogy profitus látás, hogy amikor a 12 testvér, tehát a Jákob 12 gyermek, 12 törzs ismét együtt fog ülni. És pont az a csoda benne, hogy Dávid, aki ezt megírta, ilyen, mit tudom, 980-ban, ő profitusan tudta azt, hogy lesz egy szétzuhanása a törzseknek, és ő a messiási kújból egybe gyűjti majd őket, ugye beszél három szakállán lévő olajcseptől kezdve, egy szép Zsoltár, 133-as Zsoltár, 2,2 sor, tehát egy kezelhető mennyiségű szöveg. Tehát itt, és ez az összegyűlés, ez egy nagyon komoly vágyálma Izraelnek, és itt megfogalmazódik ugye a nagygyülekezet férfiai, az, hogy mínusz 200 körül, és ugye ekkor már a zsidó nép egyik része 500 éve szétesett az asszírok által, a másik felét szétesztettek a babiloniak 300 éve ezelőtt, aztán kimaradtak, ugye Eszter könyvét ugye ismerjük, Perzsiában kimaradtak, egy részük visszajött, ez a Nehemia és Zerubbabel vezetésével, másrészt kint maradt Egyiptomtól kezdve bárhol, Alexandrom. Tehát szerte szét voltak, mert tényleg a Tóra mondja, mint a ég csillaga és mint a föld pora, hol fönt, hol lent, de nagyon sokan és ezer felé. És az, és ez, a, ez, a, ez a, az, hogy szállna, ez egy, tehát amikor azt mondja, hogy lobogó vagy banner, az gyakorlatilag csoda szó szerint, hogy emelj fel egy csodát, mert szedd össze a pitpannak a szálló részeit a levegőbe, és rakd vissza a virágba, kb. Ez egy ilyen Mission Impossible, egy lehetetlen küldetés, de egy csoda kell ehhez. Tehát ez, hogy szétszórt zsidó nép egy jáhád egységesként, ez egy csoda kell ehhez, de ezt Istentől kérjük, hogy tegye meg, mert magán volt ez, Barukat, ha sem, az örökkévaló, meg a Bez, Nitriámú, Izrael, összegyűjti Izrael szétszórtjait. Hát vakon azt mondom, hogy ennek a szövegverziói szerte a világban igen komolyak lesznek. Nem néztem meg, nem nézem meg előtt, csak kinyitom a lapot mindig, hogy lássuk. Itt van a kivúzgálójat, hogy látjuk a Wikipédiát. Bólogassatok, hogy igen, nem. Mit? Nem azt látjátok most? Bezárom. Ugyan kinyitom minden másodnak. Nehéz így váltogatni. De mivel kiírtam, akkor még biztos az elmondom, hogy ugye 11, és akkor kinyitom, itt van. Ugye. Most ugye lehet látni, ugye? Igen, jó. Na. Ugye ez a Birkát kibuzgáló egy nemzeti érmérésre beszélt. Na, itt van a szöverzió. A Szfaradi és a Katalóniai, tekve sokkal a Gádor én a Szfaradi Leár Cénu. Ez egy szó, ez egy jó szó, gyűjtsd össze a négy csak a mi országunkba. Egy pici ez egy fontos szó, hogy kihangsúlyozza. Askenáz, amit mi mondunk, ez ugye elmondtam. Szfarad és a provanci, te sokkal olyan szállnak a cínyelvjába kámfot, ha ez az ugyanez, mint az előző, hogy az ütélyem, hogy Iszrael. Téma, jemeniek, te sokkal olyan szállnak cínyelvjába, ez kolgáról ténú. Annyi egy picit, hogy kolg minden számítőtéket, mert a kámfot, ha ez a cínú, ugyanaz, azt hiszem, nem is különbség lesz. Tehát sok magad olyan szállni, hogy kapsz jelkezni, hogy akár volt Fárez, de a cím ugyanaz, Pepitában, Nuszák, Románia, na, egy picit itt, ez egy különbség, a ukrá le dror, és a tórai szöveget használja egyébként, és hirdes szabadságot. Legalább cindumelvekám, összegyűjjünk, vagy négy sarkáról, el ne vé kocséká, szentséged
színhelyére, nevez ilyen területjelent ősi szó. De itt visszatér, ez a krátem torba árec, ez a tórai kifejezés a jóbeli évre, a totális szabadság. Tehát itt azt mondja, hogy fújj a sófárt a szabadságunkra, és emelj fel a zászlót, hogy összegyűjtsenek a szétszórtjaid, és hirdessél szabadságot, hogy összegyűhessünk a Vilány négy sarkáról a te szentséget helyére, igen, és az izraeli pedig jóval rövidebb lesz, és a maga tényleg szállni, az kapcsolni, igen, hát ugye ez az utolsó része, ez kiadja, amikor kiadja, közvetlenül, ez a Miárba Kámpot, hát ez kiadja egyszerűen, barukatal sem, mert mindig elmondja Izrael. Azt hiszem, nagyon különbség lesz, de ez egy nagyon, nagyon csodás áldás egyébként szerintem. Van egy forrása is, mint látjuk, ez egyrészt a Megillah traktátusban, hogy arra utal, hogy akkor tud a diaszpóra összegyűlni a világ négy égtájáról, hogyha van hová, és van mit enni. És éppen ez a sorrendiség, amit erről beszéltem, nem véletlen, hogy először legyen áldás az országon, legyen étel, ital, stb. Mikor megvan minden, na akkor jönnek a zsidók szerte mindenhol. Tehát a sorrendisége, még egyszer mondom, nem egy véletlenszerű sorrend. És ugye, mint mondtam, ezek az áldások mind a másik szenték korában születtek, a nagy gyülekezet korában, és ekkor már azért tudjuk azt, hogy a zsidóság nagy része a diaszpórában él. Tehát, mint mondtam, kint maradtak akár Perzsiában, akár Egyiptomban olyan sokan voltak, ugye Egyiptomban a születek olyan forrásaink, amik ott is zsidó közösségekről beszélnek, és voltak Babilóniában is, értem, szóval csomó ott maradtak Babilóniában, ugye az előző diaszpórából. Vannak források török és Görögországban élő zsidóságról, viszont a szentföldi zsidók, ők is egymás alatt voltak, tehát nem volt szabadság igazándiból. És ez ilyen furcsa, hogy behívják a zsidókat az országba, ahol már más felhatóság van, de mégis a Szentföldnek a szentsége többet jelent, mint a maga a fizikai szabadság, mert ez a megváltásnak a reményét mutatja. Igen, tehát és a másik szentelemvállása után teljesen bevett áldássá vált. Nézzük tovább a következőt, itt vagyunk. Egy másodperc. Na, akkor menjünk tovább akkor az áldásokban. Tehát, igen, ez a Smánál vagyunk még. Igen, akkor a Smány szabad jutta vissza. Igen. És lassan, ez izgalmas lesz, hogy külön órát akarok szállni a besúgós áldásra. Ez az év, egy jó évünk. Ez amiről beszélünk most, a visszatérés, összegyűjtés, tehát van jó év, van kaja, jövőző a zsidók, és akkor van a zsidók, akkor mi kell onnan most már csak? Hát a bíráskodás. Bíráskodás, ugye a bíráskodás, softime, sotrim, titellek, és a Réka mondja, Tóra rendőröket és, vagy rendőrzőket, és bírálhat egy minden kaputba,
Tórai parancsolat, bele van ráadásul a Noahida parancsolatokban is, annak ellenére, hogy a Softinnak van még jelentés, mint bíró, hiszen van egy külön könyv, a Bírák könyve, ami nem, ami a szó sofet, sofet, de a bíra, az nem csak egy sima bíró volt, hanem egy hadvezér is volt, egy vezető is volt, és erre is utal, hogy a bíráknak a jelenléte az a ország nyugalmat jelenti. Tehát amikor egy hadvezér, egy ország vezető tudja a jogot is. Tehát nem csak egy jó hadvezér, mint hogy Saul például jó hadvezér volt, de Saul egy depressziós sávó volt, de van olyan, aki kell, aki tényleg mindent tud, erre utal Hashivai, mint a Teshuva, olyan szó, hogy visszatérése, térítsd vissza, hozd vissza, Softinu a bíráinkat, Kevarishona, mind korábban voltak. Azt mondja, hogy igen, itt van a Jesaja könyve, most föl lapozgatni, Jesit pont nyitva is a Jesaja, 1/26, akkor nem csak egy lépés, az 1/26, megtárom, Oké, gyorsan Jesaja, megtaláljuk itt egy pillanat alatt. Jesaja 1:26. Szerintem 25-26, itt van. Szó szerint Asia Softéka Kevisoná, vissza fogom téteni a bidájat, mint korábban, vagy a Céhákivat, Hilej, a társadalmat, mint korábban volt. Akaré, Kényi, Karé, Lák, utána úgy fog neveztetve leszel, te, írhat Cedek, a igazság városa, Hirenemana, egy hiteles város, vagy hittelteli város. Tehát erre utal vissza, erre a mondatra, tehát szó szerint veszi át, hogy tégy vissza bíráinkat, mint korábban voltak, és a tanácsadókat, jó elc tanácsadó, ugye vissza fogja térni, mint eleinte voltak. A Rishona az először a Hathalák jelzetben ugyanaz egyébként, de a próféta így használja Rishona Hathalá, ezért a ívezet a szület, és Jesaja próféta, amit is láttuk, ugye 700 körül élt, ő egyértelműen a bírák korára gondolt vissza, amikor Izrael egységes volt, és ugye nem volt szétszakadva. De mindenképpen ettől függetlenül a másos értelemben a bírák, mint a jogosságot szimbolizáló figurái voltak a zsidóságnak, tehát őket is vissza, mint korábban, Joacinukimat Hilá, tanácsadóinkat, mint voltak korábban. Nem bírom ki, ugye innen jön a tanács, ez a éca héberül, és a jó kis magyar écezgéber szó innen származik, tehát a écezgéber tanácsadó, az így is écezgéber. Joacinukimat Hilá, de ha szérmi mennú, és vigyél el rólunk, Jágombának, ha, ez mindenféle negatív fájdalmak, meg nyomás, ami rajtunk van. Mulok, alénu, és uralkodj rajtunk, atta, te, örökkévaló, levádká, egyedül, behezel, duverákhamin, ilgalomban és kegyességgel, vetszát kénuba vispát, és a jog előtt adja nekünk igazat. Barukatán sem, az örökkévaló, meleg, a hészlegos, hogy szereti, király, aki szereti jogot és az igazságosságot. Nem könnyű az áldás maga, ha bele gondolunk egy picit, itt a bírák, tanácsok, tehát maga a tanácsadás, egy olyan vezetőleg a zsidó népnek, aki tényleg a Tórát szerető ember, tehát a tanácsadók szintén a Tórát szerető emberek, és mindig a visszatérés a zsidóságban a Rishona, az első, Brésit a kezdetben, tehát a Kevat Hilá a kezdetben szintén, ez mindig azt jelenti, hogy a tórai szintre. Tehát ugye a maga megtérés, beszélünk róla, Lakzor, visszatérni, Bitesúvá, nincsen több kérdése, minden egyetlenül válik, tehát a visszatérünk a zsidóságban, akkor mindig a egyértelmű Isten felé térünk vissza, a szinái élményhez az a visszatérés. Tehát onnantól fogva mindig elgyengülés van, ez a híres mondatot, többször idéztem már, én is István is idéztem már, hogy
Amechad, Levechad, egy nép, egy szív, ez egyszer volt a zsidó történelemben, a Sinai hegyi nyilatkozatásnál. Hát onnantól fontos, hogy a széthúzás volt, tehát térjünk vissza arra a szintre, illetve az arra a tóri parancsolatra, hogy legyenek olyan bíráid, akik Mózestől kapták meg az ihletet, és azt szerint bíráskodnak, és úgy vezeti a népet, hogy ehhez méltó. Ugye érted, ezzel vigyél róluk minden fájdalmat, Jehovának ez ilyen szinonim szavak a elnyomásra, fájdalomra, milyen archaikus szavébicét, igen, igen. De amíg ugye a jogtalanságba vinni az ember, igen. Egyébként ugye ez miért mondom, ugye ez az áldás, ez a hadrab áldás, tehát előző a visszatérés, illetve a bírák, ez mind arról, hogy az ellenség eltűnjék Izrael felül, és ilyen az Izrael önálló entitásként önazonos nép. Hát sebbunk szint kell de minden olyan dolgot, ami fájdalmas, elnyom bennünket, amely külső, akár belső, ezt vidd el rólunk, kérlek Isten, hanem azt mondja, hogy csak te, mlok, állidó, attán, nem, tehát te uralkodj rajtunk, kérlek. Tehát te uralmadra vágyunk, amint a vágyok a biztosra. Ugye beszéltünk már, hogy ez a király, és ugye visszapogtél a király, ugye Meles, a király, King, a király és apa hasonlatra visszatér, hogy olyan uralkodót akar, Isten, aki ugye Avinu is, meg Malkinu is, atyánk is és királyunk is, te uralkodj rajtunk, mert Lohalénu, ezzel a hatalmaddal és erőddel, te, és ezt mind spékeld meg a klasszikus kombóval, Hesed és Rachamim, irgalom és kegyesség, tehát ez Isten attribútumja van Istennek, 13 attribútuma, ez kettő közülük, amik az ítélkező Isten, aki nem mindig a jog szerint ítél, hanem úgy ítél, hogy lehetőség szerint fölmentse minden vétkest az bennünket, és ad nekünk igazunkat bármiféle pörös ügyben. Itt most el lehet vonatkozni egyébként, hogy a nem is dokoló pörölés ügyében, vagy bármiben, de mindenképpen igaz módon ítél meg bennünket, hiszen mi őszintén szeretünk tényleg, ez picit visszas utal egyébként az előző órai, amit a radarra, Hiszkiáú királyra, ugye, hogy ítél meg igaz módon, én csak jót akarok. Tehát, és bízik abban is. És azt mondta, oké, nem halsz meg most, kapsz 15 évet, hogy gyermeket nem zél. Tehát ez az isteni, erről isteni attribútumról beszélünk, hogy ha a din szerint ítél, tehát a ítélet szerint ítél, akkor kivégzi. Ha Hesseddel és Rachamimmal ítél, akkor fölmenti. És a igazúvat vedd észre a jogban, és akkor az állás barukat, sem, az örökkévaló Melek, a király, ugye az uralkodó király, aki szereti, óhév, egyébként a nyelvfélel azt kell tudni, hogy ez egy participium, tehát egy folyamatos megnyilvén, hogy állandóan szereti, hogy szeretője a igazságnak és a jognak. Kettő nem mindig van együtt, ugye ez egy szinte a hébe jognak egy nagyon sikamlós része, hogy a igazság és a jog, amikor elválik egymástól, melyik az erősebb. Ha mondjuk egy egyszerű példát nektek, hogy lássátok, hogy mire. Tehát én például itt van a Balogh Anna, csak hogy ő van itt pont a képen alattam, és ugye a Balogh Annának összefirkálom a tollal ugye, a piros pulóverét. Beszélni, és így sütyvéghúzom, sőt, akár lehet, hogy ki is ülök egy szállat. Akkor halaká szerint, vagy egy kárt okoztam, ki kell fizetnem ezt a kárt, és akkor van, hogy akkor Radnóti úr, tessék a pénzt ahhoz fáradni, pulóver volt nézve 200 forint, stb. De mindenképpen tudjuk azt, hogy ez nem szándékos volt, vagy szervényes annyi, hogy azt mondta, hogy Zolikám hagyott, fél, behúzom három pillanat alatt otthon a kötőtűmmel, vagy hallgatom, és megcsinálom a pulóveremet, és akkor felejtsük egymást, és
puszi, puszi. Hát ez a másik. Tehát jogos az, hogy elment a pulóverem, ez a pulóverem, leveszem, itt egy pulóver, ez volt 4000 forint, fizes ki, légy szíves. Hát, hogy oldjuk meg a kokosba. Tehát a jog és az igazságosság az azon múlva, hogy az ember hogy áll hozzá az kérdéshez, hogy nem biztos, hogy mindig a paragrafus az, amelyiket a jóisten akarja. Tehát, és itt egy pici félmondat, ugye ez a Tórák egyik legnehezebb halakája, a törvények fölötti törvény, a hebrül lifnim mesurát haddin az a neve, amelyik azt jelenti, hogy mit is akart volna a jóisten egy adott micvával. Itt csak nyitom, hogy lássad, hogy lifnim mes, itt van. Lif nem ez, lif nem, ó, lif nem, csak mes, ó, rát, hát így itt van ez. Miért lifetime-ot írta, jó ég? Most a lif nem saját, hát én, igen. Aki akar nézegetni róla, van rengeteg forrás róla. Igen, Szeferjánál, és van például, tehát ugye ez pont, hogy azt mondja a forrásokat, hogy a Talmud beszélhoz a szer, hogy you should to, bocsánat, angol, hogy te tegyed meg egyenessel, és a jót Isten szemében. Miért van mind a kettő leírva? Mert más az egyenes, és más a jó. Egyes a halaká, jó pedig az Istennek jó, Isten gondolt. Tehát halálkál minden, hogy Isten gondolt. És akkor itt elkezdik egy hosszú elemzéssel, hogy ez egy nagyon nehéz halálkál. Hogy tehát az, hogy visszavérünk ide a szöveghez, hogy a Isten, aki szereti a saját igazságosságát, a saját törvényeit, illetve azt, amit ő akar átadni a világnak. Ugye pont a, és egy beszéltünk Hiszkiahu és Benazájnak a életében, hogy a halakha, prú és a rú, sokas, hogy szaporodjál, viszont azt mondja, vannak olyan dolgok, amik halakha főleg, hogyha valaki a Tórába szerelmes. Tehát akkor fel van mentve az, hogy nővel kelljen együtt lennie. Ugye például ez egy klasszikus, melyik a fontosabb, mi ez volt a tapadás. Hölgyhöz tapadjunk, vagy a Tórához tapadjunk, vagy a dvékút, stb. De ez egy nagyon széles dolog. Mindenképpen, ha visszatér a összes zsidó az országba, akkor kell justice, kell igazságosság, kellenek bírók, kellenek tanácsadók, és kell az, hogy mind a mispátot, a halakhát, mind pedig az igazságosságot a zsidó nép gyakorolja, és áld az örökkivalók, hogy mind a kettőt belénk táplál, és megtérte nekünk. Érdekesség az, hogy ha Melech HaMishpat 10 napban csak egyszerűen a igazság királya, ez áldás átváltozik a új és Jom Kippur között. És akkor megnézzük akkor gyorsan még a szövegverziókat, jó, hogy mik vannak. Igen. Na, az előző. Fölpozgattam őket, főleg az óra előtt. De szóval ugye maga, ugye ez volt a 11. áldás volt már, és ez egy kérés a Istenhez. Nuszak szfarát, hát se sőt, hogy jól is eljöttél, az igen, jó. Unokai által levátká berakáján becedek. Hát egy pici könyv, becedek, igazság volt benne, hogy szóval benne a szfaradiak, a magatása meleg, az olyan, ez az asker, hogy mi erre vontuk, ezek mi néztünk, Itália. Ó, hogy például jelvézet van, te jó ég. Hási a sötéke, és nagyon ugyanaz, vagy a cényelat, ez is ugyanaz, ve timloch, és uralkodjál rajtunk, atta, te, mehéra, mi a marab,
levadéka, beszélt zárva, és ott ugyanaz igazániból, nincsen különbség. Más is, hogy jöttek ki a tirát, csak nyugat, állandó itt van a románok is, hogy adtak egy sort, ezt a sort, ve al na tarsi énu badin, ne gonoszíts el bennünket az ítélet napján. Resa, róse, ugye résina, az a rássá szót is, mondjuk a gonosz, róse, rássá, hogy ne ítél bennünket. Tehát az, hogy mi akkor is, hogyha vétkeztünk, akkor is ítél bennünket. Tehát az a tutira megyünk igazániból. Te igazságos bíró vagy, de azért mentsél fel bennünket, még ha gonoszok is volnánk. Ez nagyon is volt. A provencia, a kásások nélkül is nagyon az, hogy az illavazmény, a lokalinu mehéra, ugye jobb mi hamarabb. Ugye az a, előbb is volt a mehéra, korábban is azoknél az ilyen láttam az előbb a szaládjátok, mehére. Tehát gyorsan gyere, átáldod a levadka, betvezetem a spát, jaj, és van még egy szó, provanszban nem véletlenül franciás bájjal mondják, van még, hogy nem csak, hogy irgalommal és kegyességgel, hanem bájosan ítél. A hén, egy bocsánat, a hölgyek, egy női attribútum, a hén bájt jelent. Tehát, kedvességgel mosolyja magadán sem, meleg vagy szemem is bántad. Igen, a provanciák, a katalónok, mit katalánok. Mit csináltak? Hát, hogy azt mondja, hogy akkor a lokál életre levet, hogy szinte a Bechemben a bájjal kegyel, ugyan a többi. Jemeniek, hogy mondják? Hát, hogy azt mondja, hogy a lénu adta Levátka, Berakamin, Becede, Bemispád. Itt berakják ezt a Bemispádot a végére. Annyi idézve összezavarok igen, de van nálunk egy bocsánat. Folkatás ugyanaz nagyjából, Izrael ismét rövidít. Ez nem a Izrael, ez a régi Izraelből a kozsidó nem diaszpora, pont olyan diaszpora volt. Másrészt volt egy kevés során, mert cigyavat tehát hoz vissza biráinkat, mint kezdetben, és a társadalmunkat, mint régen. Mlok alénu, és uralkodj rajtunk, átale vadek, hát te egyedül, barukatán sem, tehát az örökkévaló, ohév hamispát, és szereti jogot. Hát itt kiadja elég komolyan ez a, azt, hogy úgy, hogy uralkodj rajtunk, igazság van, kegyben, mert mit tenni, de mint kiadja, és azt is, hogy a cedeket sem szereti annyira. Van mégis leírás hozzá, a szövegverzióknál, itt is egy kiemel a szövegverziókat. De itt annyit az el lehet mondani, hogy ennél az áldásnál, bocsánat, hogy ez a király kérdés, ez egy nagyon fontos nevelési jel a zsidó hagyományban. Egy kisgyerek elkezd imádkozni 5-6-7 évesen már, akkor, hogyha Isten, mint király, mint uralkodó, aki vigyáz ránk, ez visszatérő szóvá válik. És ő, mint az összes jognak a forrása, minden tőle származik, és ez egy fontos üzenete. És ez is ugye értelemszerűen egy olyan időszakot vágyik vissza, amikor a totális rend van, az előző is, amikor arról beszél, hogy térjen vissza minden száműzött, mint annó régen volt, itt is mint annó régen volt, erre vágyunk mindannyian, hogy az a ősnyugalom jöjjön vissza. Ugye a másik szent rombolása után, amikor egyértelműen ezeknek az áldásoknak már más üzenete lett, hiszen ezt az áldásot második szenti alatt fogalmazták meg a nagy gyülekezetért. A második szenti az volt, hogy mínusz 300-tól plusz 70-ig, körülbelül most egyszerűsítettem csak. Utána teljesen más lett ennek a két áldásnak a üzenete. A más jelent a visszahívása a száműzötteknek, más jelent a bíráskodás,
Sanhedrin, a jog, amelyiket elvettek Jeruzsálemből, levették a rabiktól, és ez a másik szentült egy ilyen forradalmi jelszavárot talán, a megváltásnak egy alapvetés, hogy akkor lesz a zsidők megváltva, akkor épp valami szenté, a jog lesz, igazságosság lesz, ha betartjuk a halakát, hiszen ne felejtsük el, amikor a zsidók keresi az indokát annak, hogy a szentély miért lett lerombolva, a legelső volt az, hogy a halakát nem tudta tudni, hogy kellően. Első szentélyt lerombolták a báványimádás miatt, másik szentélyt lerombolták, hogy néztük, hogy ilyen menássa, stb. Előző órán néztük. Ezt a másik szentélyt lerombolták a szinát kínám, a gyűlölködés miatt, a halaká hiánya miatt, tehát ember-ember közötti konstellációban lévő hibák miatt. És pont amikor azt arra beszélünk, hogy mispát, jog, cedaká, helyszed, rákám, minden nagyon szép szóval, írgalom, kegyesség, jog, igazságosság, akkor pont ezt hírják vissza, és amikor Izrael állam megalakult, egy fontos dolog, illetve a messiási kor el fog jönni, és Izrael állam általában a város szívesek szerint a messiási kor előszobája. És pont ez amit alapvetés lett, hogy tényleg a Izrael államnak nincsen alkotmánya például. Ami a mi a Tóra. Nincsen alkotmány, a Tóra. Tóra az alkotmány, és azt mondja, hogy ez a zsidó nép alapkönyve. Mi a modern Izrael, tehát az ateista Izrael is azt mondta, a Tóra alapján vagyunk ott a Szentföldön, és nem Zimbabwe, vagy Mozambikba, vagy Birobidzsánba. És az, hogy az összes olyan fájdalmat, amit a nem zsidók okoznak nekünk, ettől megszabaduljunk, ez pont a totális megváltásnak az előszobája. Arra beszélünk, hogy ezek az áldások az ellenségek legyőzéséről szólnak, itt jön vissza az, hogy a saját önrendelkezés megkapása, a saját bíróság felállítása, a saját jogrendszer felállítása, és mindez a Tóra alapján csinálják meg. Tehát ebben az áldásban ez is benne van, hogy valóban az igazságosság és a zsidó törvényei szerint, a önálló zsidó törvényei szerint legyen a ország vezetve, sőt, akkor még egy önálló isteni törvényei szerint. Tehát ezek után még egyszer nézzük a szöveget, csak hogy lássuk pontosan. Tehát térítsd vissza bíráinkat, mint régi időben, tehát legyünk úgy, mint régen, egységesen, vagy arcánkkel vált kéne, és mindenki, aki tanácsot ad, vagy hozzászól, vagy szava van a országon, ugye, mint a legelején, de Hasseb Menu, és távolítsd el mi rólunk a jágombrának, hát a külső nyomást, a elnyomást, azt, hogy nem tudunk saját magunk fölött ítélkezni, nem vagyunk önálló entitások igazániból. Umlok, állj és uralkodj rajtunk, te királyunk, Melok királyként, vagy királyként örökkévaló, egyedül, irgalommal, helyszed, rakámim, kegyességgel, betartom a zsvát, és adja nekünk igazságot mindenféle joggal ítélben, barukatán sem, az örökkévaló a király vagy, aki szereti az igazságot és a jogot kettőt együtt, éslegesen mind a kettőt együtt éli meg. Oké. Van-e kérdése valakinek?